Nemrégiben kaptam egy üzenetet, melyben a levélíró felvetette, hogy ő bizony szívesen hallana egy honi történetet is, már ha van ilyen. Persze, hogy van. Kis hazánk is tud olyan történetet prezentálni, amiben szerepel műkincs, annak eltűnése, majd ismételt előkerülése, és mindeközben legalább egy, de valószínűleg inkább kettő kis katona rejtélyes halála. Sziasztok, ez itt a titkok és talányok, benne a Szeuzókincsek kincsek rejtéje. Nos, gondolom a mai történetünk két főszereplője, a Seúzó kincsek és sümeg József közül. Az elsőt nem igazán kell bemutatnom. A Seúzó kincsekről talán már mindenki hallott, ha máskor nem, hát akkor, amikor a magyar állam több éves húzavonó után elég borsos áron visszavásárolta őket. Maga a kincs egy 15 darabos készlet, 14 darab ezüstedényt és egy az ezek tárolására szolgáló rézüstöt tartalmaz. Egy késő római kori lelet, mely nevét a rajta elhelyezett felirat tanulsága szerint az első tulajdonosáról egy bizonyos Szeuzó nevű úriemberről kapta. Hogy pontosan mikor és hogyan került elő, illetve került ki Magyarországról, azt a mai napi komály fedi. Minden bizonyal a 70-es évek végére, 80-as évek elejére tehető a dolog. Sümeg Józsefről viszont minden bizonyal jóval kevesebben hallottak. Én sem szeretnék mélyebbre menő életrajzal előállni, úgy gondolom elég lesz csak az eset szempontjából fontos dolgokra fényderíteni. Tehát szegény Józsefünk 1956-ban született, és a Fejér megyei polgárdiban nőtt fel. Már általános iskolás korában plátói szerelembe esett a történelem tantárgyal, és mikor a töri tanárától azt hallotta, hogy településükön már 2000 évvel korábban is éltek emberek, minden bizonyal felcsillantak kamasz szemei, és képzeletben már látta is maga előtt, amint felbecsülhetetlen értékű műkincseket hantol ki a falu határában. Nos Jóska nem állt meg az álmodozásnál, és első körben mindent elolvasott, amit a település római korú elődjéről talált, majd maga is kincskeresésbe kezdett. Ne feledjük a 70-es években járunk, nincs internet, játékkonzol vagy okostelefon, telefon, még a színes tévé is luxusnak számított, és azon is csak maximum a magyar televízió egyet tudta nézni az egyszerű vidéki srác, hétfőnként meg még az sem. Így egy kamasz, vagy olvasott, vagy az utcán, esetleg a határban lógott a többiekkel. Mai tiniknek talán szörnyűnek tűnik mindez, de higgyétek el, nem biztos, hogy rosszabb volt, mint most. Jóska lelkesedését csak fokozta, hogy a környéken, már többen is találtak építkezés vagy szántás közben kisebb leleteket, cserépedény darabokat, egy-egy pénzérmét, stb. Így az évek múlásával egyre nagyobb hévvel veti bele magát az amatőr ásatásba. Idővel szerencse is kíséri a tevékenységét, hol latin feliratos agyagedény darabot, hol övcsatot, hol pedig pénzérméket talál. Ezek egy részét pénzét teszi az ekkor már tínédzserkora végén járó fiatal. E célból többször is a fővárosba utazik, ahol viszontalodói kapcsolatokat keres és talál a pesti használtáró és apró piac környékén. Így jutunk el az 1978-as évhez, mikor is a postás meghozza minden korabeli legény álmát, nem, nem egy erotikus magazint, hanem a katonai behívót. Ekkoriban a honvédség két évre látta vendégül a magyar hazavédelmére kiéhezeti fiakat, köztük József barátunkat is aki innentől a pápai laktanya vendég szeretetét élvezi. Teljesen átlagos katonaként tölti ezt az időszakot, sem pozitív, sem pedig negatív irányba nem lók ki a bajtársai közül. Másfél-két havonta kap eltávot, ekkor rendszeresen hazalátogat családjához, barátaihoz. A fiatal srác kiegyensúlyozott, jókedvű, tele van tervekkel. Egészen 1980 nyaráig. Innentől ugyanis egyre búskomorabbak ezek a látogatások. Jóska erre hallgatagabb, az okokról viszont még családjának sem hajlandó beszélni. Sőt, kifejezetten megkéri a családtagjait, hogy a továbbiakban ne látogassák a laktanyában. És ettől az időszaktól kezdve a levelek is elmaradnak, pedig előtte gyakorlatilag hetente írt, vagy a családnak, vagy az otthoni barátoknak. Egyértelműnek látszik, hogy ekkor történt valami, amiről Jóska még a legszűkebb családjának sem akart, vagy mert beszélni. Így közeledünk az idővonalon 1980. december 20-a felé, ami Jóska leszerelésének napja lett volna, ám hősünk sajnos ezt már nem élhette meg. A most következő eseményeket a tragédia utáni nyomozások alapján sikerült úgy, ahogy rekonstruálni. Nem véletlenül mondtam nyomozásokat, ugyanis többször is neki rugaszkodtak, de erről majd később. Tehát december 11-én, nagyjából egy héttel a leszerelése előtt, Jóskának sikerült elérnie, hogy néhány nap eltávot kapjon. Ez akkoriban nem igazán volt bevett szokás, a sorállomány általában a laktanyában töltötte a leszerelés előtti napokat, sőt inkább heteket. Tehát már ez sem volt éppen szokványos, de innentől kezdve a furcsaságok egész sora következik. Jóska ugyanis ahelyett, hogy hazautazna Polgárdiba, inkább egy székesfehérvár melletti faluban élő távoli rokonaihoz megy, akikkel mellesleg már évek óta nem találkozott és nem is beszélt. A Fehérvárról a faluba való eljutáshoz nem az egyébként rendszeresen közlekedő és a katonák számára ingyenes buszjáratot veszi igénybe, hanem kilométereket gyalogol, majd egy traktort tint le, melyről a falu határában mégis inkább leszáll és innen ismét gyalogol. A meglepet rokonoknak teljesen értelmetlen történeteket ad elő arról, hogy konkrétan mit is keres ott. Először azt meséli, hogy összeveszett a szüleivel, így nem mehet haza. Majd azt állítja, hogy valójában meglepetést akar szerezni az apjáéknak, ezért nem ment haza. Végül már azt mondja, hogy valójában már leszerelt, csak nem volt civil ruhája, és most az egyik barátját várja, aki elhozza a cuccot neki. Ezek a verziók nagyjából két nap leforgás alatt váltják egymást. A rokonok nem igazán értik az egészet, Utólag egyértelműen állították, az volt az érzésük, mintha Jóska félne valamitől, és el akarna rejtőzni. December 14-én reggel aztán búcsút int a rokonoknak, és hazaindul Polgárdiba. Azt, hogy pontosan mikor ér a településre, mivel teszi meg az utat, illetve hogy egyedül utazik-e, egyik nyomozásnak sem sikerült egyértelműen kiderítenie. Tény, hogy a kora délutáni órákban megjelenik a település egyik kisboltjában, és 200 forint értékben édességet vásárol a rokonságba tartozó gyerekeknek, legalábbis ő ezt állítja. Nos, a 200 forint nem keverendő össze a mai 200 forinttal, akkoriban kifejezetten komoly összegnek számított ez, legalábbis édességvásárlásra mindenképp. Viszonyításképp én a 80-as években jártam általános iskolába, és akkoriban reggelente egy 20 forintost kaptam uzsonna pénznek és akkoriban 20 forint valóban elég volt egy normális uzsonna megvásárlására. Egy tisztességes méretű kakaós csiga például 4 forint 50 fillérbe került. Nos vissza Jóskához, aki tehát egy elég komoly összeget hagyott a boltban, és adódik is a kérdés, hogy egy leszerelés előtt álló kis katonának honnan volt ennyi pénze cukorka vásárlásra. Hősünk innen a közeli kocsmába megy, tehát még mindig nem a családjához, ahol is két civil ruhás emberrel találkozik, akikkel némi iszogatás közben izgatottan és suttogva beszélnek valamiről, majd fél öt környékén együtt távoznak és Kőszárhegy felé indulnak. Több szemtanú szerint gyalog mennek, később egy szemtanú úgy emlékszik, mintha a kanyar után egy ott várakozó kocsiba látta volna beszállni őket. Ekkor látják Jóskát utoljára életben. Másnap a település Szőlőhegyén dolgozó néhány helybéli észreveszi, hogy a borvé Pince nevű, egyébként teljesen elhagyatott és loskadozó épület ajtaját csapkodja a szél. Ketten oda mennek megnézni az épületet, és felfedezik Jóska felakasztott holtestét. A test a saját Mikáda ővére volt felakasztva. Érdekesség, hogy a pince alacsony volta okán az egyébként nem alacsony növésű fiú lábai bőven érik a talajt, szinte térdelő helyzetben találják. Valjuk be, meglehetősen furcsa módja az öngyilkosságnak, hogy valaki olyan magasságba akasztja fel magát, hogy szinte még a térdei is érik a földet. Holott a környező fákon lett volna lehetősége normális magasságot választani. A derék munkások értesítik a hatóságokat, és mivel katona az áldozat, első körben a katonai ügyészség folytatja le a nyomozást. Mondjuk úgy nehéz lett volna túlzott alapossággal vádolni őket, vagy azzal, hogy a kákán is csomót kerestek, hiszen viharos gyorsasággal lezavarják a dolgot, és két nap leforgás alatt öngyilkosságként zárják le az ügyet. Feltehetően sok olyan esettel találkoztak már, mikor egy kis katona a leszerelése előtti napokban lesz öngyilkos, hiszen köztudott, hogy a sorállományú honvédek valóságos pánikba esnek a leszerelés közelettével, és a gondolattól, hogy hamarosan búcsút kell inteniük a honvédség kötelékének, gyakran esnek mély depresszióba. Így nyilván semmi meglepő nincs Jóska esetében sem. Na jó, ezt az utóbbi gondolatmenetet kéretik megfelelő komoly talansággal kezelni. A vizsgálat nem kerít különösebben nagy feneket olyan furcsaságok tisztázásának, mint például a test meglehetősen furcsa helyzete, vagy az, hogy a pincet szemmel láthatóan megbolygatták, és minden bizonyal valamit kiemeltek onnan. Arra sem voltak kíváncsiak, hogy ki lehetett az a két férfi, akikkel Jóska a kocsmában találkozott, és együtt indultak el a Szőlőhegy felé, és az sem hozta a különösebb izgalomba a hatóságot, hogy a holtest megtalálóinak lábnyomát leszámítva három pár lábnyom vezetett a pince felé, ebből az egyik Jóskáé volt, de visszafelé már csak kettő pár jött, és egyik sem Jóskáé. Nincs itt semmi látnivaló, tessék szépen tovább menni, ugye? Menjünk is tovább, hiszen innentől furcsa mód elkezdtek szaporodni a rejtélyes halálesetek Jóska baráti társaságában. Kolonis Györgyöt, akivel Jóska együtt végezte az amatőr ásatásokat, nem sokkal később, szintén egy Kőszárhegyi pincében találják holtan, a hivatalos verzió szerint ételmérgezés lett a veszte. Majd 1981. januárjában, tehát nagyjából egy hónappal Jóska halála után, egy másik jó barátját, bizonyos nagy Zsoltot, más források szerint Zsigmondot, egy közeli erdőben találják felakasztva. Nos, akkoriban nem volt TASZ vagy bármi hasonló szervezet, és a hatóság álláspontját sem volt éppen tanácsos megkérdőjelezni, így a család kénytelen keletlen beletörődött az ügy furcsa lezárásába nagyjából tíz évre. 1990-ben ugyanis két fontos esemény is történt, nyilván több is, de számunkra most ez a kettő igazán fontos, az egyik ugye a gengszterváltás, és hogy ezzel új szelek kezdtek fújni a vasfüggönyön innen is, és ezáltal már lehetőség volt arra, hogy a rokonok felülvizsgáltassanak egy-egy furcsa bűnügyet, így tettek Jóska szülei is. A másik dolog a szeúzó kincsek felbukkanása, és hát itt kezd el összefonódni a két eset. Egy New Yorki aukciós házban próbálják árverésre bocsájtani a kincseket, melyeknek állítólagos tulajdonosa egy angol főnemes, bizonyos Lord Northampton, aki mellesleg nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogyan is került a tulajdonába a lelet. És ekkor szúrja ki, teljesen véletlenül, egy magyar régész, hogy az egyik tálon, mintha a Balaton stilizált rajzát látná, nem mellesleg a Pelzó felirattársaságában, ami történetesen a Balaton római neve volt. Az árverés elmarad, helyette egy hosszú jogi húzamvonak kezdődik, ennek a procedúrának a leírásába most nem mennék bele, legyen elég annyi, hogy egyik fél sem tudja hitelt érdemlően bizonyítani a tulajdonhoz való jogát. A magyar államnak ugye azt kellett volna bizonyítania, hogy a lelet a területén került elő, és az jogellenesen került ki az országból. Nos, állítólag az elsőt még úgy, ahogy sikerült is, a másodikat már nem. Így a New Yorki bíróság salomani döntést hozott, a műkincs nem árverezhető, mindaddig még a két fél egyességre nem jut, és a lelet a lord tulajdonában marad, legalábbis addig, még a megszerzésével kapcsolatban nem sikerül megdönteni a jó hiszeműség vélelmét. Azért, hogy el tudjuk képzelni, milyen értékről is van szó, akkoriban 4,5 milliárd forintra becsülték a szeúzó kincsek árát. Ma sem kis összeg, de megint csak meg kell említeni, 1990-ben az a 4,5 milliárd a többszeresét érte a mainak. Nos, mint említettem, ebben az időszakban indul újra a nyomozás Sümeg József halálának ügyében is. Az első, meglehetősen hevenyészet, mondhatni itt nyomozás után, ezúttal már valóban nem érheti rosszul a hatóságokat. Gyakorlatilag mindent, és tényleg mindent bevetnek, ami elképzelhető volt. Előveszik a régi aktákat, feltúrják a bizonyíték raktárat, több mint száz tanút hallgatnak ki, feltérképezik Jóska ismerősei körét, különös tekintettel a Pesten megismert régiségkereskedőkre, sőt, még az ügynökakták közt is kutakodnak. Mondhatni pénz, energia, munkaúra nem számított, ezúttal tényleg nehéz lett volna felületességgel vádolni őket. Azt már csak némi rossz májúsággal teszem hozzá, hogy valószínűleg nem a kiskatona halála ajzotta fel ennyire a hatóságot, sokkal inkább az, hogy már a nyomozás elején egyértelművé vált a zsarúk előtt, több, mint alapos a gyanú arra, hogy Jóska halála és a szeúzó kincsek összefüggésben állnak egymással. Így tekintettel az éppen zajló nemzetközi perre azonnal államérdekké vált sümeg József esete. Időközben a nyomozás és a műkincsper egyre több dologra derít fényt. Dr. Nagy Mihály régésznek feltűnik például, hogy a már említett Pelzó feliratú és Balaton tábrázoló tál pontosan beleillik egy olyan a Nemzeti Múzeumban őrzött római kori, edénytárolóba, melyet a 19. század második felében találtak, szintén polgárdi határában. A nyomozók több egymástól független szemtanút is találnak, akik állítják, láttak Jóskánál olyan tárgyakat, melyek feltűnően hasonlítottak a Szeuzó gyűjtemény darabjaira. Sőt, a fővárosban találtak olyan régiségkereskedőt, aki kapcsolatban állt a fiúval, és megesküdött rá, hogy több olyan edényt is vásárolt a sráctól, ami megszólalásig hasonlít a szeúzó lelet darabjaira. A szeúzó lelet egyébként nem teljes, feltételezések szerint eredetileg nem csak ebből a 15 darabból állt, hanem legalább még egyszer ennyiből. Nem kis meglepetésre az is kiderül, hogy Jóskát a katonai ideje alatt élénken figyelte a titkos szolgálat. Bizonyíthatóan minimum három besúgó tartott a szemmel, ezek közül kettő szintén sorkatona volt, legalábbis hivatalosan. Ezen sorkatonák közül legalább egynek minden alkalommal, mikor Jóska látogatót fogadott a laktanyában, halló távolságon belül kellett lennie, és megfigyelni, miről beszélgetnek. Persze azt hozzá kell tenni, hogy a 70-es években nem volt éppen szokatlan, hogy megfigyelik a sorkatonákat, viszont, hogyha valakit ennyire kitüntettek a figyelmükkel, annak azért általában oka volt. Nagyon úgy tűnt hát, hogy a két ügy végérvényesen összefort. A nyomozásban résztvevő rendőröknek határozott meggyőződése volt, hogy Jóska egy műkincs csempészési ügybe keveredett, és ezért kellett meghalnia. És azt is 99%-os biztonsággal állították, hogy ez a bizonyos műkincs a szeúzókincs volt. Csak hát mindannyian tudjuk, hogy egy dolog a gyanú, bármilyen megalapozott is, meg egy másik dolog az, amit minden kétséget kizáróan bizonyítani lehet. És a bíróságot csak ez utóbbi érdekli. 2000-ben egy harmadik nyomozás is indult a Sümeg Jóska ügyében, de valódi sikert ez sem hozott. A mi miszerint a fiú halála is a szeúzó kincsek közt összefüggés van, sikerült ugyan még megalapozottabbá tenni, de magát a gyilkosságot továbbra sem tudták megoldani. Valójában komoly gyanúsítottat sem találtak. Mivel elég szerteágozó lett a sztori, talán érdemes röviden összefoglalni. Sümeg József már tinédzser korától kezdve lelkes, amatőr régész, többször is talált kisebb-nagyobb kincseket polgárdi határában. Ezeket rendszeresen Pesten tette pénzé, az évek során több nepperrel is megismerkedett. A 70-es évek közepe vége táján minden valószínűséggel ő is egyik barátja a szintén furcsa körülmények közt elhunyt Kolonis György találják meg a Szeúzó kincsként elhíresült leletet. Ennek néhány darabját szintén a pesti kapcsolatain keresztül értékesítette, majd bevonult, katona éveinek első fele rendben telt, aztán a leszereléshez közeledve egyre feszültebb, idegesebb, és végül a leszerelés előtt bő egy héttel rejtélyes módon meghalt, nem sokkal később Kolonics is különös módon veszíti életét, és nem egészen egy hónappal később egy harmadik fiatalt is felakasztva találnak. És innentől jöhetnek a konteók, melyekből most is hoztam néhányat. Az első elmélet szerint Jóska a katonai évek alatt alkalmanként meglepte egy-egy ezüstárgyal valamelyik felettesét, kimenőkért vagy egyéb előnyökért cserébe. A tiszt idővel rájött, hogy minden bizonyal komoly érték lehet ennek a vidéki suhancnak a birtokában. Később talán már ő maga követelte ezeket az ajándékokat, esetleg meg is fenyegette a fiút. Végül győzött a mogóság, is, mikor rájött, hogy vészesen közeleg Jóska leszerelésének időpontja, és ezzel az a pont, ahonnan már nem lesz befolyása a fiú felett, úgy döntött, az egész szajrét meg kell szereznie. Zsarolással vagy csellel rávette a srácot, hogy vezesse a lelethez, talán azt is felajánlotta, hogy ő szerez rá bizonyos százalékért cserébe. Aztán, ahogy kezébe került a kincs, végzett a sráccal. A másik két fiút talán rájöhetett valamire, és megzsarolták a tisztet, így idővel őket is el kellett hallgattatni tisztként befolyása és az így megszerzett elképesztő mennyiségű pénz felhasználásával könnyen elintézte, hogy a katonai ügyészség ne erőlködjön különösebben Jóska halálával. Egy másik elmélet szerint valamelyik titkos szolgálati vezető áll a háttérben. Abban az időben teljesen normális dolognak számította a kis katonák megfigyelése. Akár a laktanyában lévő besúgóhálózaton hálózaton keresztül, akár a leveleik szúrópróba szerinti felbontása és átolvasása által. Nos, Jóska vagy elszólta magát, vagy a haveroknak küldött levelekben írt a kincsről, és ez szöget ütött valamelyik vezető ügynök fejébe, innentől kezdve intenzív megfigyelés alá vonták, és hamar kiderült, itt nem csak egy-két kopottas ezüstálkáról van szó, hanem milliárdokat érő leletről. Jött a zsarolás, esetleg a fenyegetőzés, hogyha Jóska nem adja át a szajrét, akkor netán valamiféle baleset érheti őt, vagy valamelyik családtagját. A fiú osztott szózott, és rájött, hogy nincs választása. Át kell adnia a leletet. Az ügynöknek persze eszágában sem volt átadni az államnak a kincset, inkább megtartotta magának. Így viszont gondoskodnia kellett arról is, hogy a dolog soha ne derülhessen ki. Ergó Jóskát el kellett hallgattatnia. Egy harmadik elmélet szerint Jóska a Pesti biznisz útjai során megismerkedett egy-két olyan emberrel, akik valódi nehéz fiúnak számítottak a fekete piacon. Itt két nevet említenek elsősorban, az egyikük a libanoni származású Halim Korban, a másik a szerb Anton Kalec. Egyikük sem volt az a kifejezetten kis cserkész típus. Nos, a gengszerek a srác által eladogatott cuccokból rájöttek, hogy itt akár több is lehet a háttérben. Faggatni kezdték, és a fiú naívan elmondott ezt-azt. Mivel volt szemük a régiségekhez, gyorsan rájöttek, itt brutális mennyiségű pénzről van szó. Rászálltak a srácra, aki gyorsan belátta, hogy ha a honvédségnél nem is érik el, a közelgő leszerelése után bizony szabad prédává válik. Naívan azt hitte, ha átadja a kincset, békén hagyják. A maffia viszont nem szeret tanúkat hagyni. Mint említettem, 1990-ben 70 millió dollárra, akkori árfolyamon nagyjából 4,5 milliárd forintra becsülték a lelet értékét. Ennél azért jóval kevesebb is öltek már embert. Nos, természetesen lehet még elmélkedni az eseten, vajon valóban a szeúzó kincsek miatt kellett meghalnia a Sümeg Józsefnek és két barátjának, vagy az egész csak véletlen egybeesés lenne. Ha ez volt azok, ok, vajon kikállhatnak a háttérben? Egy katonatiszt? A titkosszolgálat? A maffia? Vagy valami egészen más? Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, like ha esetleg szeretnél még hasonlókat látni, iratkozz fel a csatornára, illetve keresd és lájkold like a Facebook oldalamat is, linket teszek a leírásba. A megadott e-mail címen is nyugodtan üzenhettek, ha az jobban tetszik. Ennyi lett volna már a titkok is talányok, remélem tetszett és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!